A hazai katolikusok körében a Mária tiszteletnek többféle változata él. A Szatmár megyei Nagymajtény temploma egy erdélyi vonatkozásban unikumnak számító, öltöztetős Mária szobrot őriz. Most következő kisfilmünk e szobor múltjának és élő jelenének ismertetését kínálja nézőinknek. Nagy jel tűnt fel az égen. Egy asszony, akinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején pedig 12 csillagból álló korona. Az Apokalipszis 11. részében leírt napba öltözött asszonylátomást a keresztények már korán Máriával, Jézus anyjával azonosították. Az Istenszülő ruhája azóta is a kegyesség visszatérő motívuma. Akik meggyőződéssel hisznek a gondviselésben, gyakran fogalmazzák úgy, Mária kötényében vagy Mária köpenye alatt vannak. Nem véletlen, hogy a képzőművészetben csak úgy, mint a népi vallásosság tárgyi alkotásaiban e ruházatnak kiemelkedő a jelentősége. A csillagkoszorú, a napsugarak, illetőleg a holdsarló persze korántsem kizárólagos ábrázolás attribútumai Máriának. Mivel a népi vallásosságnak mindig is igénye volt a meghitt kézzelfoghatóságra, nem csoda, hogy a középkor alkonyától kezdve kialakult egy szakrális ábrázolás típus, amely mentes a monumentalitástól és nem törekszik kifejezett művésziségre, ehelyett a közvetlen fizikai kapcsolatot, a szerető gondoskodást helyezte előtérbe. Ez pedig az úgynevezett öltöztetős Madonna, vagy Máriácska típusa. Az öltöztetős szobrok a 17.-18. században voltak igazán elterjedtek Közép- és Kelet-Európában. Általában az uralkodó és főnemesi családok tagjai ajándékozták a drága anyagokból, selyemből, csipkékből, nehéz brokátból készült gyöngyökkel kivart ruhákat. A szokás azonban Magyarországon a 14. századig vezethető vissza, amikor Nagy Lajos király a maga és felesége nászruháját az ausztriai Mariazellre hagyta. A kultusz talán épp Mariazellből terjedt el magyar földön a dömölki bencések közreműködésével. A barokk kor után az öltöztetős szobrok a II. József-féle rendelete következtében tűntek el. Ami pedig megmaradt, azt az újabb stílusú Mária szobrok szorították ki a templomokból, elsősorban a 19. században divatba jött, kék-fehérben ábrázolt úgynevezett Lourdi Máriák, amelyek már sorozatgyártmányok, és ezért a legritkább esetekben képviselnek némi művészi értéket. Hozzájárult ehhez az a papi körökben terjedő vélekedés, hogy az öltöztetés nem illik a templom méltóság teljes légköréhez, mert úgymond gyerekes. Ma már valóban megmosolyogtató gyakorlatnak számít, hogy a Mária karján ülő gyermek Jézusnak néhol emberi hajat ragasztottak. Gyakran történt, hogy a paraszti viseletet utánzó ruhákba öltöztették a szobrokat, s ezt is többen komolytalannak tartották. Pedig a tárgy és a vele kapcsolatba kerülő lélek szétválaszthatatlan együttest alkottak, anélkül, hogy a bálványimádás gyanúja fölmerült volna. A Mária szobrok öltöztetése a tanácskérő és hálaadó imádság sajátos formájává alakult. Volt, aki egész hajkoronáját a szobornak ajánlotta, mások megalkották a pólyás újszülött Mária ábrázolást, a boldogasszony menyegzőjének öltöztetős szobrait és Mária koporsóbeli alakját is. A papság és a köznép véleménye tehát megoszlott. Dezsőfi Sándor csanádi püspök például rendeletben tiltotta meg az öltöztetős szobrok templomban őrzését. A nép sok helyen mégis ragaszkodott az öltöztetős szobrokhoz, ha nem is a főhelyen, a Mária oltáron, de hátul, a kórus karzat alatt. A ruhás Máriácskák így általában a bejárat mellé, a koldusok oltárára, majd a települések határán álló úgynevezett káponkákba kerültek. A 20. század azután e szobrok többségét végképp pusztulásra ítélte.
Ha magukat, a faragványokat szemléljük, azt tapasztaljuk, hogy a parasztmesterek által készített szobrok minden ízületükben, térdben, könyökben, csuklóban, mozgatható csapukkal vannak összeillesztve. Legtöbbször nem is munkálták meg őket túl gondosan, hiszen az egyszerű, mindenféle mozgásra alkalmas babák testét elfették a pendelyek és a liturgikus színű felső ruhák. A ruhákat a falvakban az asszonyok varták különböző színű és értékű kelmékből. A készítőknek tekintélyt adott a közösségen belül egy-egy ilyen szoborruha. De ne gondoljuk, hogy pusztán a vidéki jámborság megnyilvánulása ez. Mária Terézia például ugyancsak saját kezűleg vált palástot egy prágai Jézus szobornak. Nagy majdtény, mint a 14. században már létezett plébániás falu, korábban az egri, később a Szatmári Egyházmegye erdődi esperesi kerületéhez tartozik. Lakói a 16. század második felében reformátusok lettek. A templom 1676-ban a tököli felkeléskor elpusztult. A plébániát 1722-ben alapították újra. Bár a templomot 8 év alatt újraépítették, 1791-ben tűz emésztette fel. A mai Nagyboldogasszony templomot 1797-ben szentelték fel. Hogy honnan és mikor került az öltöztetős Madonna szobor Nagymajténybe, erről szóló pontos adatok nem olvashatók a Plébánia Historia Domusában. A hívek körében máig élő hagyományokra hagyatkozhatunk csupán. A svábokat a károlyi grófok telepítették, után kiürült a Majtény falun lakossága, úgy 1722-ben hoztak be Németországból sváb telepeseket. Ezek katolikusok voltak, Mária tisztelők, magukkal hoztak a Mária szobrot. Az 1900-as években, a 20. század fordulóján, akkori helyi plébános vitette a szobrot Dél-Tirolba, hogy ott restaurálják, megszépítsék, mozgathatóbbá tegyék a karját. Addig is öltözhető volt neki ruhája, és akkor varadtak újabbat, adományként kapott a szűzanya ruhát, és jobban tudták öltöztetni, jobban mozogtak a karjai, a keze, a nyaktól, könnyebb volt öltöztetni. Nem tudjuk az idejét, tehát nincsen feljegyezve, hogy mikor készültek a ruhák, hogy az eredeti vagy akkortájt ruháival mi lettek, nincsen leírva. Annyit most is vannak az 1900-as években készült, gondoljuk, akkortájt készült ruhák. Azokat már nem használjuk, mert újabbakat varadtak, és modernebbet, tehát a mai kornak inkább megfelelő ízlésben ruhái vannak, azokat adjuk fel. De ami még megvan, a régebbi, azokat is őrizzük, eltettük, nézegetjük. Kis Jézust olyan 2 évvel ezelőtt bevitték a szatmári restaurálási műhelybe, és ott lett restaurálva. A kis Jézusnak is mozog a karja.
így néz ki a kis Jézus. Mozog karból és válból. Itt a válnál itt volt probléma, itt kellett, meg újra kellett festeni. A koronája volt nagyon rossz állapotban, és ezt restaurálták újra. Ez a szűzanyának az alsó ruhája, ezt nem szoktuk levenni öltöztetéskor, és leveszem, hogy megmutassuk, hogy hogyan mozognak az ízületei. Ezt magukkal hozták a svábok, mikor betelepítették őket. Már akkor is mozgott a keze, de az 1900-as években az akkori plébános úgy találta, hogy elég csúnya már a szobor, és ráférne egy restaurálás, és elvitte, és ott akkor megjavították, restaurálták, és jobban mozgathatóvá tették a kezet és a test mozgását. Mozog csuklóból, könyökből és váltól. Mozog a feje is, tehát előrébb és hátrébb tudjuk mozgatni, hogy könnyebb legyen öltöztetni. Tehát a lába mozog térdből, és mozog csípőből is. Adventbe, meg nagy bődbe, akkor ezt a lilát kell felteni. Akkor pünköskor meg a pirosat, és akkor, mikor van a kérbály, akkor a fehéret. És mikor a plébános zöldbe van, akkor zöld ruhát vetünk. Ez volt pünköskor. Akkor ez volt régebben nagy bődbe, mert nem volt olyan sötét, hanem ilyen volt. Hát kellett vigyázni, mert nem, hogy leesik meg mindent, olyan nagyon most meg van csináltatva, de nekünk nem volt, még rosszabb volt ez az állás. Milyen állvány volt előtte? Hát egy nagyon rossz volt, és akkor egy németországi megcsináltatta, hát most már jobb ütözni, akkor nem volt jó. Úgy kellett vigyázni, hogy lenne esen, de akkor nem volt jó állás, most már megvan. Világnak kezdetétől fogva, rajtunk ez nem lett vala, hogy szűzlány fiat szülhessen, és szüzességének tüköre tisztán maradhasson, és nekünk hívünk benne ne lehessen. Tudjuk, látjuk őt szűzleánynak, ki ölében tart csodálatos fiút, fürözti, mossa, éteti, szoptatja, úgy, ahogy anya szülöttjét. De ki légyené ki atya? Aztat nem tudhatjuk. Azaz Isten, mint ismerjük, ki szeplő nem élethet, mert ha Isten ő nem volna, benne bűnt is lelhetnénk.